Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold be az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a szokolébresztő. Az én nevem Vince Miklós, más néven Dr. MZ per X, és bizony ez itt az űrös műsor, gyönyörű hétfő reggel van ismét. Nagy örömömre nem vagyok teljes mértékben egyedül a stúdióban, hiszen a telekommunikációs csatornák segítségével, ha minden igaz, itt van velünk a telefonvonalban Orha Zoltán, akiről mindjárt ejtek néhány szót, csak először csináljunk egy hangpróbát, Zoli, hogy itt vagy-e valóban, és hallasz-e minket. Itt vagyok, jó reggelt. Nagyon jó, és mi is hallunk téged, tehát ez fantasztikus, csodálatos. Milyen elképesztő a 21. századi technológia, kérem szépen. Szóval, Orha Zoltánról, hát rólad is tulajdonképpen rengeteget lehetne beszélni. Hát most de azért, nem rólam van szó. Így van, tudom. De azért hát nyilván nem véletlenül cseng ismerősen a neved a hallgatóknak. Azért gyorsan tekintsük át, hogy te, ha jól tudom, 1982-ben elvégezted a fizika csillagász szakot. De pontosan. Nem is olyan sokkal később, már 86-tól már az MTV a Magyar Televíziónak a kötelékében találunk téged, pedig amúgy neked van kutatási tevékenységed is, például a Csillagdában is dolgoztál, szóval itt igazán érdekes a történet, de hát ha csak az MTV-s dolgokat nézzük, akkor ilyen műsorokat mondhatunk, hogy az Ablak, a Reggel, a Napközi, az Átfogó, aztán mi is volt az a Válaszd a Tudást, amiben még én is megfordultam kiskoromban, a Magyarok Cselekedetei nevű emlékezetes sorozat, vagy a Háttértudomány. Így van. Századfordító magyarok, pontosan így van. Na és persze nem utolsó sorban, sőt, hát igazából szívemnek különösen kedves, az az Égbolt apostola című dokumentumfilm, amit Kulin Györgyről készítettél, aki a mai adásunk témája, mert hogy rólad azt is lehet mondani, hogy mindazok mellett, hogy most így nagyon gyorsan elmondtam rólad, azért ez nagyon fontos, hogy neked óriás, nagyon sokat jelentett inspirációnak és példamutatásnak is elsődleges szerepe van. Talán a pályafutásod során Kulin Györgynek, akiről szerintem túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a magyar amatőr csillagászat megteremtője. Ebben talán igazából nincs is vita, tehát hogy ez egy trivialitás. És persze mindig igyekszik az ember keresni valami aktualitást, hogy például mivel lehet kötni egy 2023-as műsort ahhoz, hogy egyik kedvenc témádról, Kulin Györgyről beszélgessünk. Természetesen, szerencsére annyi mindent csinált Kulin György, hogy mindig könnyű találni évfordulókat. Például azt is lehet mondani, hogy 1943. novemberében, tehát idén 80 éve alapult meg a Királyi Magyar Természettudományi Társulat, tehát a TIT-nek az elődje, gondolom, csillagászati szakosztályán belül a műkedvelő csillagászati alosztály, amivel formálisan úgymond hivatalosan is megindult valami, ami a magyar amatőr csillagászathoz vezetett, de hát legalább ennyire korszakos jelentőségű az, hogy ugye 65 évvel ezelőtt 1958-ban jelent meg a Távcső világának a hát mondjuk, hogy második kiadása, de lényegében az az Erinvárival írt 1958-as kötet, az tulajdonképpen egy új könyvnek tekinthető az 1941-es kétkötetes verzióhoz képest, ami szintén alapjaiban tette sínre mindazt, amit csillagászati ismeretterjesztésről lehet Magyarországon beszélni, tehát tele vagyunk Kulin releváns évfordulókkal, úgyhogy ez tökéletes ürügyet szolgáltat ahhoz, már ha ürügyre van szükség, hogy beszélgessünk róla, és hát te vagy ennek az egyik legavatottabb tolmácsolója, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntelek, és először megkérdezném, hogy mit jelent, tehát ez így ki is fogja tölteni az egész adást, szerintem mit jelent számodra Kulin György és az ő öröksége? Hát azt kell mondjam, hogy mindent. Tulajdonképpen, tehát minden, ami csillagászat, ami ismeretterjesztés, ami távcsőépítés, ami megfigyelés, nagyon röviden, és hát szinte nem lehet felsorolni. Az, hogy mit jelent, hát mit jelent. Én vagyok az a szomorú sorsú ember, hogy így mondjam, aki a általa létrehozott Föld és Ég című folyóirat utolsó csillagászati szerkesztője volt a megszűnésével együtt.
Tehát amikor 91 végén. De hát erről majd a későbbiekben szeretnék egy pár szót még mondani a hallgatóság számára. A Gyurka bácsi meghatározó volt nem csak az én életemben, hanem mindenki olyan életében, aki abban az időben a csillagászattal valamilyen kapcsolatba került, hát nyilvánvaló, itt akár még a szakmát is említhetem, hiszen ő 1905-ben született Nagyszalontán, egy népes családnak volt az egyik fiúgyermeke, és aztán Pázmány Péter tudományegyetemen matematika-fizika tanárszakon szerzett diplomát, és aztán 1935-ben, tehát 30 évesen került a svábhelyi csillagvizsgálóba, gyakornoki állást kapott, ami azt jelentette, hogy hát nem azt mondom, hogy még a zongorát is neki kellett cipelni, de mindenfélével kellett foglalkoznia a megfigyeléseken túl, és itt jön a életének egy nagy fordulópontja, hogy az összes érdeklődővel, akár szóban, akár írásban történt ez, neki kellett foglalkozni, megválaszolni a leveleket a kíváncsiskodó emberekkel, valahogy beszélgetni, hogyha éppen oda mentek a svábhegyi csillagdához. Tehát tulajdonképpen az ismeretterjesztési oldal akkor jelenik meg az ő életében először, és egyúttal a szakmai oldal is, hiszen addig még sose nézett távcsőbe. Tehát 30 éves koráig, amíg oda nem került, addig ő távcsővel nem foglalkozott. Ami a szakmai oldalát illeti, a munkásságát tekintjük, ott doktorált égi mechanikából, ami ugye az égitestek pályának a számításával foglalkozik. Több mint 20 kisbolygót fedezett fel, égbolt férgépezése során is 2 üstököst sikerült földerítenie. Az egyikről aztán a későbbiek során kiderült, hogy az nem is üstökös, hanem csak egy kisbolygó. Na, és mindegy, ettől függetlenül külön üstökösként könyvelték el abban az időben. És akkor aztán rájött arra, hogy az a rengeteg ember, aki érdeklődik, hát az már olyan sok, hogy muszáj, hogy írjon egy könyvet. Ekkor született meg, és került kiadásra 1941-ben a Távcső világa 2 kötetben, amelyben sok minden benne van. Benne van általános csillagászat, tehát ismeretterjesztő szinten, hogy a sok kíváncsi ember olvassa el azt, amit ő leír, illetve Hafner Tivadar társszerzővel együtt, aki viszont arról ír hosszasan is, rajzokkal, fényképekkel illusztrálva, hogyan kell távcsövet, egy 10 cm tükörátmérőjű távcsövet megépíteni. Tükörcsiszolást is leírja. Érdekes, hogy nem Gyurka bácsi, mindenkinek csak Gyurka bácsi volt egyébként, nevéhez fűződik ebben a könyvben a távcső tükör csiszolásának a technikája. Azt írja itt ebben a könyvben az előszóban, hogy a könyv célját így tudnók összefoglalni. Arra törekedtünk, hogy megismertessük olvasóinkkal a csillagászat szépségeit, útmutatást adjunk a világegyetem helyes szemléletének kialakításához, elősegítsük, hogy az égitestek távcsőn átvégzendő megfigyelésével közvetlen szemlélői lehessenek az égbolt jelenségeinek, és ezzel a megismerés tiszta örömének és a legnemesebb szórakozásnak részeseivé váljanak. Egy kérdést tennék fel ezzel kapcsolatban, hogy mondtad, hogy természetesen Kulin nem nézett távcsőben 30 éves koráig, ami nem is meglepő tekintve, ugye, hogy addig körülbelül a csillagászok privilégiuma volt ez. Tehát, hogy maga az európai amatőr csillagász mozgalom sem tudom, hogy mennyire létezett, és igazából ez a kérdés, hogy ez a 40-es években a korabeli nemzetközi, úgy mondanánk ma, hogy trendekbe mennyire illeszkedik bele, hogy például, mit tudom én, német amatőr csillagászat például létezett akkoriban, vagy mennyire volt ez egy kuriózum tulajdonképpen, hogy tényleg egy ilyen könyv, ami elmondja, hogy kell otthon távcsövet építeni például, ez mennyire... Nem, ez nem volt jellemző. Aha. Tehát
Tehát, hogyha itt tényleg körbenézünk az egész földkerekségen, amatőr csillagászokat nyilván minden országban vannak olyan érdeklődő emberek, akik csillagos égbolton lejátszó jelenségeket szívesen megfigyelgetik, de nem volt sehol egy olyan jól szervezett egyesület, vagy csoportosulás, ha úgy tetszik, amelyik működött volna. Nálunk volt ilyen, hogy Stella, meg egyebek, de nem voltak ezek hosszú életűek. És tulajdonképpen, ami a csillagászati ismeretterjesztést olyan szinten nőtt, hogy távcsöves bemutatás, hát az sem nagyon volt jellemző. Legfeljebb Tatán említhetem, ugye a Posztocki Károly féle róla elnevezett csillagát, most így hívják, hogy Posztocki Károly csillagvizsgáló, és ott is voltak olyan távcsövek, amiben hát úgymond bele lehetett nézni. Tehát tudományos munka, meg valahol a népszerű érdeklődő emberekkel való foglalkozás, illetve lehet, számukra lehetővé tenni azt, hogy hát na, akkor maga is megnézheti a Szaturnusz bolygót, vagy nem tudom én, bármit mondhatnék, az úgy nem volt jellemző. És tulajdonképpen, amiben Kulin György mindenféleképpen alapembernek számít, hogy ő rájött arra, hogy itt valamit tenni kell, hiszen úgymond egy ilyen kutatóintézet, mint kvázi zárt intézet, persze nem orvosi értelemben gondoltam én ezt, hanem hogy a tudomány fellegvára, és hát oda ugye, elefántcsont ne jöjjenek be, mert csak zavarják ugye a kémkedő csillagász tevékenységét, ez egy 19. századi idézet volt így hirtelen, tehát igen. De hogy azt tegyük hozzá azért, hogy mind a mai napig, tehát én hiszek abban, hogy ez az, amit Gyurka bácsi úgy hívott talán, hogy a galilei élmény, tehát az, hogy az ember belekukkant a távcsőbe, és a saját szemével meglátja mondjuk a Jupiter holdjait, az még ma is egy sokkoló élmény, amikor ott vagyunk egy kattintásra a legjobb James Webb és egyéb bűrfelvételektől, hogy mégis mai napig én azt hiszem, hogy bár el vagyunk árasztva a jobbnál jobb csillagászati felvételekkel, és nyilván ahhoz képest az, hogy egy kis távcsőbe, vagy akár egy bemutató csillagvizsgáló távcsővébe belekukkant az ember, azért az nyilván vizuálisan nem az az élmény, de az, hogy most ha valóban azt látjuk, és tényleg most ráláttunk a világegyetemre a saját szemünkkel közvetlenül, hát közvetve, mert egy távcsövön keresztül, de valósan, az szerintem mind a mai napig pszichológiailag egy nagyon fontos dolog, és hát szerintem ennek így is kell maradnia. Hát én azt hiszem, hogy mondok egy nagyon egyszerű hasonlatot, ami hirtelen eszembe jutott, hogy hát jobb, hogyha az ember saját maga fog egy halat, és nem megveszi a boltba. Ugyebár? Aha, jó. Hát a személyes élmény, magyarán mondva, ami összeköti őt azzal a valamivel, tehát mondjuk a távcsőbe való betekintés, az teljesen más jelent. Most az, hogy az interneten az a több ezer vagy százezer fényképet nézegetem, hát jó, na és akkor mit látok rajta? Tessék mondani meg, hogy készült az a kép, meg a stb., hogy ne menjünk bele ebbe a nagyon hosszú útvesztőbe. Tehát mindenféleképpen ugye a galilei élmény az ugye azt jelenti, hogy Galilei volt az első ember, aki a távcsővel nem az ellenséges hajóhadat leskelődte, hanem az égboltra irányította, és ugye hát tulajdonképpen ő volt az első csillagász a földkerekségen, hiszen bármit, amit látott, azt ő látta először, és gondosan mindent lejegyzett. Tehát az alapvető felfedezések, és ugye ennek ugye a hozománya volt az, hogy rájött arra, amikor a Jupiternek ezeket az úgynevezett ugráló csillagokat, mert ezt így nevezte, aztán később Medici csillagokra keresztelte át, ugye a patronusának a nevét használta ez. Különben neki is meg kellett élni valahogy. Igen. Tehát rájött arra, hogy a kopernikuszi rendszer az igaz, hogy van egy centrum, és a centrum körül mozognak az égitestek. Tehát igenis, hogy a bolygóknak a nap körül kell mozognia, nem pedig nem fordítva. Hát és aztán ugye tudjuk jó, hogy mi lett ennek a következménye. Tehát
Galilei saját maga csiszolta a távcsövének a lencséit, ami egy iszonyatosan nagyon kemény és nagy odafigyelést igénylő munka, tehát abszolút karapemelést igényel az, hogy még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy jaj, de milyen kezdetleges vacak, meg nem, de nem szabad ilyet mondani. Illetlenség, hiszen valaki egyszer próbáljon meg egy üvegdarabból egy használható, távcsőbe építhető gyűjtőlencsét csiszolni, hát akkor rá fog jönni, hogy az nem is olyan egyszerű. Tehát akkor azt mondod, igazából ebben sose gondoltam bele, hogy valójában az is a galilei élmény része. Attól lesz igazi a galilei élmény, hogyha az ember maga készíti el, úgymond, a halfogáshoz szükséges felszerelést. Na jó, hát azért nem azt mondom, hogy mindenki neki állt otthon lencséket csiszolgatni. De sokan. Viszont Gyurka Mácsi lehetővé tette azt, hogy a MOM-mal, a Magyar Optikai Művekkel, illetve a Honvédséggel hát olyan kapcsolatokat alakított ki, hogy szinte filérekért különböző optikai elemeket lehetett megvásárolni, vagy az Urániában, vagy volt annak idején egy úgynevezett ilyen Uránia bolt a Nagykörúton, és tényleg filérekért lehetett megvenni ezt a szamaszt, és utána az ember elővette azt a kiskönyvet, amit azt is ő írt, hogy a kis csillagász távcsőve, ez a pontos címe, na ez érintett meg engem is gyerekkoromban, de mélységesen, és benne leírva részletesen, rajzokkal, mindennel, egyebekkel, hogy kell csinálni galilei-féle távcsövet, hogy kell készíteni Kepler-típus távcsövet, tralala, meg azt is, hogy hol lehet hozzávenni optikai elemeket, és így tovább. És utána rá volt bízva az emberkére, hogy ezt otthon megcsinálja. Na hát az igazi nagy élmény volt. Hát én persze kartonpapírból csináltam egy hengeres csövet, aminek a belsejét feketére tempera festékkel befestettem, úgyhogy ne legyen semmiféle reflexió, meg egyéb zavaró dolog, és akkor marhára büszke voltam magamra, hogy csináltam egy galilei rendszerű, egyenes állású képet, nevettő galilei rendszerű, egyenes állású képet adó kis teleszkópot, ami, mit tudom én, 30-szoros nagyítást tudott. Azzal azért már csuda dolgokat lehet látni, ugye? Tehát ez miért lehet látni krátert a Holdon, meg a galilei holdakat? Minden, alapvető dolgokat, amiket... Igen. Tehát semmivel nem volt jobb, mint amit Galilei annak idején elkészített, de a lényeg az volt, hogy kinyílt az ember számára a világegyetem valamilyen szempontból, és hát persze, hát optikailag rengeteg hibája volt ezeknek a egyszerű kis távcsöveknek, de maga az, hogy az ember saját maga megcsinálta, hogy mit tudom én, moshatos, kiürült dobozt nézegettem, ugye jó csavaros kupak, minden, hát azzal lehet élességet állítani, stb. Tehát magyarul az ember abban az időben minden ilyesmit, hogy is mondjam, úgy is nézett, hogyha a csillagászat iránt érdeklődött, hogy lehetne ezt felhasználni egy kisebb, mondjuk lencsés távcső építése céljából. Csináltam is mindjárt egy pár ilyet, Sárospatakon nőttem fel, és hát mindjárt az utca persze rögtön ugye tudták, hogy na itt van valamilyen fura egy gyerek, mert ugye fölfelé néz éjszaka, hogy itt kim van az udvaron, aztán stb. És akkor mindjárt kunyeráltak, hogy csináljak már neki is egyet. Ennek, annak, amannak. És aztán ugye fölkerültem Budapestre, és hát akkor én már a Kurin György nevét ismertem. Igaz, hogy még nem voltam iskolás, de hát nagyapám megtanított olvasni. És hát voltak olyan könyvei, amiben a Kurin már szerepelt. Kurin név szerepelt. Mondok egy nagyon egyszerű címet, ami egy kuriózum. Csillagászat és meteorológiai lexikon. Hát ezt nem sokan ismerik. Én sem. Most hallok róla először. Ugye, ez egy olyan szinten unikum, hogy azóta se született hasonló témájú könyv, és ebben már Gyurka bácsi nyomot hagyott. Tehát a szerzők között ott olvasható a neve. És aztán ugye szaladjunk gyorsan, mert az idő meg fut előre, tehát 1946. novemberében megalakította a Magyar Csillagászati Egyesületet, amelynek végül is nagyon hamar a taglétszáma elérte az 1000 főt. Az alakuláskor
száz, kicsivel többen voltak, mint százan, de ez volt az első olyan komoly egyesülés, szakmai egyesülés Magyarországon, amelynek volt kifutása, amely nem csak egy néhány hónapot vagy egy-két esztendőt élt, hanem szépen folyamatosan fejlődött, pedig hát ugye a második világháború után voltunk nem sokkal. Igen, hogy ezen egy picit időzzünk el, hogy 1946-ban egy kifosztott, lerombolt ország tulajdonképpen, és hogy hihetetlen, hogy mennyi minden történt. Baj Zoltán is akkor csinálta a világszínvonalú holdradar kísérletet, tehát hogy ez az élni akarás, ez elképesztő, hogy itt feltört, hogy 1946-ban, amikor kb. Még nem nagy jegyre lehetett kaját kapni, meg minden Budapest így kb. Romokban hevert, az összes híd bele volt lőve a Dunába, és ekkor megjelent egy csillagászati egyesület, 1000 taggal. Hát ez hihetetlen. Baj Zoltán egyik könyvének címével tudok erre reagálni. Az élet erősebb, mondta. Ugye? Honnan tudtad, hogy ezt akarom mondani? Mert gondolatolvasó is vagyok. Ó, nagyszerű, ez így telefonon keresztül zseniális. Igen, tehát ugye Baj Zoltán is úgy volt vele, és a Kurin György is úgy volt vele, hogy hát most lehet itt szomorkodni a romokon. De akkor is meg kell újulni, és föl kell építeni azokból a szörnyűséges romokból az egészet, és nem adjuk föl. Ő is ilyen típusú ember volt, belerúgtak hármat, akkor is tovább csinálta azt, amit ő korábban elképzelt. Az egyesületnek sajnos viszonylag hamar a politika véget vetett. 1949-ben ugye volt egy ilyen, hát nem egy ilyen, egy kőkemény fordulat politikai téren Magyarországon, aminek az lett a végeredménye, hogy az egyesületet tokkal vonóval beolvasztották az akkori tízbe. Tulajdonképpen ezzel Kurin Györgynek a, hát hogy mondjam, a vezető szerepe teljes mértékben megszűnt, mert egyúttal ilyen nem kívánatos személynek nyilvánították, és akkor ő már az Uránia igazgatója volt, még gyorsan egy picit visszaugrok, 46-ban Ortutói Gyulának köszönhetően a Romos Budapesten az első kerület Sánc utca 3B szám alatt van egy villaépület. Azt a kultuszminiszter Kurin rendelkezésére bocsájtotta, és ott kezdett működött tovább az egyesület, illetve Uránia bemutató csillagvizsgáló címen ott jött létre az első bemutató, így mond, hogy bemutató csillagvizsgáló, ez volt az első az országban. Ez volt, nem volt jellemző, külföldön sem tulajdonképpen. Tehát ezt vezette, Gyurka bácsi gondozta, fejlesztette, és ezt várta derékba a TIT-nek az akkori vezetése, hogy Kurint leváltották a vezetői posztról, és száműzték, ami úgy nézett ki, hogy Budapest területén nem vállalhat munkát. Hát azt hiszem, ez nem kell különösebben hozzátűzni. Tehát, hogy ehhez volt hatalma a TIT vezetőségének akkor a Rákosi rendszerben. Igen. Azért ez kemény, tehát azért ez nem egy, ez meglepő még úgy is, hogy azért az ember ismeri valamelyest a korszakot, de tényleg, hogy ezt a TIT-nek megvolt ehhez a hatalma, hogy ezt elrendelje. Ez kemény. Hát lehetne sok mindent mondani, de inkább nem akarok ehhez semmit hozzáfűzni, a tényekkel nem lehet vitatkozni. A lényeg az, hogy Újpest akkor még nem tartozott Nagy-Budapest területéhez. És a Könyves Kálmán gimnáziumban talált óraadói állást Kurin György, és 1949-től 53-ig ott tanított matematikát és fizikát. Na és persze, ha már ott volt, akkor mindjárt az épület tetején született egy bemutató csillagvizsgáló, amely ma az ő nevét viseli, és az általad emlegetett Égbolt apostol című film elején az a kupola, illetve távcső látható, és úgy jelenik meg a filmnek a címe. Tehát egyébként a szakkör azóta is megvan, azóta is kiválóan működik, és nagyon komoly műszaki fölszereltséggel rendelkezik ez a csillagda. Tehát Gyurka Mácsi közben
egy barátja segítségével kitanulta a tükörcsiszolás mesterségét. Távcső tükörcsiszolásról beszélek. És folyamatosan elkezdett távcső tükröket készíteni megrendelésre. Az amatőrök folyamatosan elkezdett távcső tükröket készíteni megrendelésre az amatőrök számára. Hát azért az se egy egyszerű művelet. Egyszerűbb, mint a lencsecsiszolás, de a távcső tükör készítés az is egy külön mesterség. De azt nem lehet csak úgy, mert látod, délután 6-tól 8-ig ezt csinálom, aztán csókolom kíván. Ez van, meg az van. Nagyon komoly dolgot kíván. Nem mindegy, hogy milyen a nyersanyag maga az üveg. Kulin aztán későbbiek során elérte, hogy tényleg fillérekért jutott olyan üveganyaghoz, amelyekből lehetett távcsőtükröt készíteni, és a második tulajdonképpen a nagyon nagy terjedelmű és nagyon átfogó távcsővilága az 58-as kiadás. Abban már ő írja meg nagyon nagy részletességgel a tükör csiszolását, elkészítését, a távcsőnek az összeállítását, rengeteg műszaki rajzzal és egyebekkel mellékelve, hogy bárki, aki életében ilyet még nem látott, akkor az pontos útmutatást kapjon ahhoz, hogy mindezt mell tudja készíteni, és aztán utána, mert mindig azt mondta, hogy amit látsz a távcsőben, azt mutasd meg másoknak is. Tehát tulajdonképpen egy ilyen a csillagos égbolt mindenki című szlogent is lehetne itt felemlíteni. Ő arra törekedett, hogy tényleg, hogy mindenki, akit csak érdekel az égbolt, vagy akár csak úgy valamilyen szinten vonzódik a csillagászathoz, akkor az valahogy vagy távcsőhöz jusson, vagy a környezetében tartson bemutatót, stb. Ismeretterjesztő munkát tudjon végezni. Ennek érdekében, még visszatérve a TIT vezetőségére, 1954 végén aztán be kellett látniuk az akkori vezetőknek, hogy ez nagyon fals lépés volt, amit Jurkovácsiból elkövettek, és először csak az Urániába kérték föl igazgatónak félállásban, majd pedig aztán 56-tól már teljes állású igazgatója ennek az intézménynek, és a TIT Budapesti szakosztályának társelnökeként dolgozik tovább. Ismét teljes gőzelővel a amatőr csillagászati élet fejlesztésére fordította minden egyes erejét. Az Urániában optikai műhelyt készítettek, és ott távcső tükörcsiszolásra alkalmas gépi berendezések is voltak. És ő saját maga csiszolta a tükröket, minden nap legalább egy tükörrel elkészült. És tényleg filérekért postázták az országban mindenki számára, vagy határon túlra, akik megrendelték ezeket a távcsőtükröket. Hát elképesztő energiája volt, nem csak a fizikuma volt kiváló, de hát ugye szellemileg arról nem is beszélve, hogy több ezernyi előadás fűződik a nevéhez is, amit én is tanultam tőle, hogy nem a képletekben látjuk itt a lényeget, hanem tessék szíves lenni úgy megfogalmazni a mondandót, hogy az bárki megértse. Itt előttem fekszik a utolsó könyve, ami nem sokkal halál előtt jelent meg, Az ember a kozmikus lény címmel, és ebben nagyon sok értékes gondolata olvasható, és csak egyet szeretnék ebből felidézni, ami az ő szemléletmódját azt hiszem, hogy hűen tükrözi. Íme. Ha a makrovilágból az átlag csillagot, a napot vesszük mértékül, a mikrovilágból a protont, számokkal is igazolható módon az ember méreteit, tömegét tekintve a kettő között a középső helyet foglalja el. Légy részese tudományos és fantasztikus utazásainknak, lépj be az univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk patreon.com/parallaxis. Tehát ugye azért tudjuk mi áttekinteni az univerzumot, mert középen vagyunk. Azért tudunk belelátni az atomok világában, mert megint csak középen vagyunk.
Igen, és ez egy olyan erős gondolat, hogy egyébként az ELTE-nek mind a mai napig van az atomoktól a csillagokig előadás sorozata, ami pontosan ugyanezt a mottót követi, hogy ugyanannyiszor kell magunkat lekicsinyíteni, hogy az atomok világába jussunk, mint ahányszor fel kell magunkat nagyítani ahhoz, hogy a csillagok világába jussunk. Tényleg ez egy nagyon erős gondolat, és talán azt is megmagyarázza, hogy mi, mint ilyen igen-igen komplex szerkezetek, akik gondolkozunk a világról, meg hogy mit keresünk benne, azok miért akkorák vagyunk, amekkorák? Hát mert mi vagyunk középen, talán itt van a legnagyobb játéktér, úgymond. Érdekes. Hát. És hát a másik, ugye meg, hogy az egyik ilyen kedvenc előadás címem az, hogy csillagporból lettünk, és csillagporrá leszünk. Vagyis magyarán mondva, hogy valamennyiünk testében vannak olyan atomi részecskék, amelyek egykoron az univerzum születése után már valahol a világ mindenségben jelen voltak, és ugye a szupernova robbanások révén ugye gyarapodott a kémiai sokszínűsége az univerzumnak, és ezek az atommagok, vagy elektronok, protonok, stb. Elemi részecskék, ezek jelen vannak a mi testünkben is, és jelen is lesznek, és amikor a nap majd sok milliárd év múlva tulajdonképpen megsemmisíti a bolygórendszerünket, akkor pedig, ami marad belőlünk, az a sok-sok elemi részecske az egyúttal, ugye egy kozmikus körnek lesz ismét az alkotó része. Na, bocsánat. Kicsit lépjünk előre. Persze, igen. Annyi mindent lehet Gyurka bácsiról mesélni, hogy az elképesztő. De nem akarom a gondolatmenetedet megszakítani, csak ígérd meg, hogy egyszer majd ejtünk szót az út során a science fiction munkásságáról is, mert az is elképesztő számomra. Igen, tehát ő nem csak imádott ismeretterjesztő előadásokat tartani. Nagyon szerette a fiatalokat. Elsősorban a fiatalokat, mert ezt Olá György Nobel-díjas vegyészünktől idézem ezt a gondolatot, hogy ha az ember fiatalok között van, az aránylag fiatalon tartja az embert. Ez egy nagyon jó gondolat. Tehát akkor lendületes lesz, akkor úgy jól érzi magát. És ez így van. Gyurka bácsinál is így volt ez. Imádott gyerekekkel találkozni, nekik távcsöves bemutatást tartani, mert olyat is, azt is néha-néha ő tartotta meg, és akkor úgy valami eszébe jutott, vagy valamit kérdezett valamelyik gyerek, és akkor mindjárt rögtönzött ott egy kis előadást. Amit élvezettel hallgatott a fiatal érdeklődő gyereksereg többek között, meg hát mindenki más, aki éppen akkor ott volt mondjuk az Uránia teraszán, vagy a kupolában akár. Ő szorgalmazta, hogy ne csak Budapesten legyen bemutató csillagvizsgáló, hanem az országnak minden olyan helyén, ahol erre lehetőség van. Tehát így a különböző nagyobb ipari, elsősorban ipari üzemek támogatásával rengeteg nagyvárosban jöttek létre urániák. Tehát egy hálózat alakult ki, ami kizárólag az ő személyes indítatásának köszönhető, és mind a mai napig ezekből az urániákból azt hiszem, hogy mindegyik megvan, és valamilyen szinten működik. A hozzávaló tükrös távcsövek tükreit mind ő csiszolta. Tehát egyszerűen elképzelhetetlen, hogy mennyi mindenre jutott ideje. Levelezett az amatőrökkel, az érdeklődőkkel. Ugye létrehozták Titen belül a csillagászati űrkutatási szakosztály, illetve a földtudományi szakosztály közösen 965-ben, ha jól emlékszem, a Föld és Ég című folyóiratot, ami egy ilyen felemás szülemény volt, hogy így mondjam, mert ugye Föld és Ég, tehát ugye földrajz és csillagászat, űrkutatás, és ennek nem csak elindítója, hanem kezdetben ugye a csillagászati résznek ő volt a gondozója. Aztán a későbbiekben már annyi minden hogy mondjam, már nem tudta már sok mindent egyszerre ellátni. Aztán lett egy szerkesztőség, ahol volt mindegyik oldalon, tehát a földtudomány és a csillagászati oldalon is
szakszerkesztő, és ők gondoztak. De a szerkesztőbizottságnak a tagja volt Gyurka bácsi, tulajdonképpen a haláláig, és kezdetben két havonta jelent meg a Földőség, majd havonta, későbbiek során. Ezzel együtt megszervezte, hogy az amatőr csillagászoknak legyen egy szervezete, miután ugye az egyesületet hát egész egyszerűen lenyúlta a TIT sok évvel azelőtt. 1963-ban létrejött a Csillagászat Baráti Köre. Ebben a csoportosulásban, vagy ide csatlakoztak az amatőr csillagászok, és csillagbarátok, ha így is jól lehet, jó kifejezést használok, és ennek a taglétszáma aztán voltam néhány év múlva már elérte a 10 000-et. Tehát a tagságnak egyetlen feltétele volt a Földőség című folyóirat előfizetése. Hát jó, ki volt ez találva, nem véletlenül, de hát a Földőségben azt hiszem, hogy autentikus vagyok ebben a témában. Rengeteg szakmai ismeretet kaptak az érdeklődők, nem csak a szakcikkek révén, hanem a távcsőépítés, illetve égbolt ismeretnek is tágteret adott a folyóirat. És aztán folyamatosan írogatta a népszerűbbnél a népszerűbb könyveket Gyurka bácsi. Az egyik a sok közül azt mondja, hogy Kulin György, Róka Gedeon, a Világegyetem Siker könyvek című sorozatában jelent meg 1965-ben. Hát én ezt úgy olyan bibliaként forgattam, hogy most csak laponként tudom, hogy úgy mondjam, lapozni, mert annyira szanaszét olvastam. És ebből csak annyit szeretnék idézni, ő, mint egyik szerző, utószavában olvasható. A könyv nagy példányszáma kitűnő alkalmat ad arra is, hogy az országban szétszórtan élő amatőr csillagászok szervezet munkájához útmutatást adjon. Tessék! Tehát gondolt arra is, hogy ha az az illető nem tud elmenni hozzá, vagy nem tud levelet írni, akkor ezt a könyvet nyugodtan használja egy szakkörben. A saját ismereteit tudja gyarapítani, és így tovább, és így tovább. És még itt a végén van egy eléggé szép mondat, azt mondja, kérjük kedves olvasóinkat, ha érdeklődik a baráti kör munkája iránt, levelező lapon küldje be címét az Uránia csillagvizsgáló címére, stb. Tehát még azt is fölkínálta így partnerségként, hogy egyszerűen írja meg bárki a nevét, címét, és akkor ő személy szerint fog az illetővel foglalkozni és törődni. És igen, ez ide hozható talán, hogy volt a társműsorunk, a Parallaxis Podcast, ami ugye nem a Tilos Rádión fut, de hallgatható az internet igen erejével. A 43. adásban 2021-ben Rezsabek Nándi és én abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy a Kulin Eszterrel beszélhettünk, aki a György lánya, tehát családi nézőpontból tudott mesélni, és tényleg megerősített, hogy milyen elképesztő mennyiségű levél érkezett. Tehát, hogy tehát itt konkrétan, hát nem tudom, nem akarok túlzásokba esni, de hogy hetente több száz levél érkezett esetenként, és mindegyikre igyekezett válaszolni, sőt, talán válaszolt is mindegyikre. Válaszolt, tehát ő nála nem volt olyan, hogy most félretesszük bele a fióba, aztán majd egyszer. Egyébként, hogy mennyire törődött az amatőr csillagászokkal. Ugye ez szinte már ilyen legendának tűnik, amiről beszélni fogok, hogy mondjuk egy kisgyerek elment az Urániába, és hát bement Gyurka bácsi szobája, szabad volt neki. Bement, és azt mondta, hát Gyurka bácsi, én úgy szeretnék egy kis távcsövet csinálni otthon. Erre fogta, kihúzta a nagy fiókját. Na nézzük, kiskomám, így szólította a fiatalokat a kiskomámnak. Na kiskomám, nézzük, mi van itt. Hát azt mondja, van itt, ez jó lesz okulárnak. Na nézzük ezt egy kicsit sorba, hát ezt ingyen adom oda neked, stb. Ez jó lesz objekciumnek. És akkor megkérdezte, hogy tudod-e, hogy kell mesélni. Persze, hogyne, hát olvastam azt a könyvet, hogy stb. És filérekért adta oda Gyurka bácsi sokszor ingyen,
holott egyébként a beszerzett optikai elemeket ő saját zsebéből fizette ki. Hihetetlen. Tehát én nem tudom, hogy manapság ez hogy néz neki, hogy de hát ez... Tehát ez egy jelenleg elképzelhetetlen egy ilyen... Nincs értelme összehasonlítani. Persze. Az egy teljesen más korszak volt, egy teljesen más, hogy mondjam, élethelyzetben. Manapság szoktam néha mondani az érdeklődőknek, hogy hát ha Gyurka bácsi ma élne, hát szerintem azt hinni, hogy eltévedt. Mert hát mindenféle műszerhez hozzá lehet jutni, ugye anyagi lehetőségektől függően, mindenféle tudományos megfigyelést el lehet végezni, fotometriától kezdve, hogy ne soroljam, ami abban az időben, hát az szinte az egyenlő volt a lehetetlennel, csak a szűk szakma, amely hozzá tudott ehhez a területhez férni, értelemszerűen. De maga az élmény és maga az égbolt szeretete az abszolút tőre származik. A budapesti nagy planetárium ötlete is tőle ered. Hű, azt nem tudtam. Mondjam. Tényleg? Bizonyán. Hű. Bizony. Tehát az NDK, ugye hát abban az időben, ugye KGST országokról beszélek, az NDK volt az optikai eszközök előállításában a legjobb. Igen, mert a Zeiss ugye nek egy része oda került a háború után, Jénában. Másrészt egyébként a leningrádi optikai művek, amit Lomónak rövidítettek, az is elég jól. Aha. Hát jó, eszközöket gyártott, csak nekünk valahogy magyaroknak sokkal inkább a Zeiss gyárt termékei jutottak ide Magyarországra, és hát nem olcsó volt egyik termékük sem. Mivel ez a szokolébresztő azért azt egy kis megjegyzés, hogy a Zeiss-nek az optikái azok az Interkozmosz programban, az űrprogramban is fontos szerepet kaptak, tehát az NDK fejlesztésű multispektrális kamerát a szovjet űrállomásokon is rendszeresen használták. Hát, a Carl Zeiss, igen. Hát az kötelez. Igen, igen. És ők csinálták ugye a budapesti planetáriumnak is azt a műszerét, igaz? A nagy vetítőt, ami aztán elég viszontagságos körülmények között került ide Budapestre, és aztán került oda, ahova került a Néplegedben, és ez a szerencsétlen műszer. Ott áll, ugye az épületnek a sorsát tetszik tudni, a körfolyosón egyik plafon részen beomlott, és hát sajnos valahol visszatér a múlt, visszaköszön. Igen, sajnos annyira szomorú, hogy én ugye kisfiam 7 éves, és nagyon szeretném, hogy egyszer ő is lássa a planetáriumot, de egészen sokkoló, hogy ő Amerikában volt először planetáriumban. Tehát, hogy, igen, nagyon szomorú. Azért működik a jó, igen, jó, persze, csak így alakult. Tehát nem azért utaztunk oda, de... A világos. De, igen. De ha digitális planetáriumra vágytok, akkor át kell menni a Duna túloldalára, Ógyallára. Igen. Az ottani csillagdában van egy digitális planetárium. Most ez is egy érdekes dolog egyébként, hogy emlegetted, hogy az Urániában magában ugye kifejlesztett, vagy beszerezte Gyurka bácsi a tükörcsiszoláshoz szükséges felszereléseket, de mindeközben ugye éppen a Trianon után Ógyalláról áthozott Heide, ami egy refraktor, tehát egy tükrös távcső, egy lencsés távcső, az volt mindvégig a fő műszer az Uránia csillagvizsgálóban, ami hát persze egy kitűnő szerkezet a 19. századból, de érdekes, hogy mégsem lett lecserélve egy tükrös távcsőre, annak ellenére, hogy ott helyben készültek a tükrök. 1905-ből származik, bocsánat. Mint maga Gyurka bácsi, ezt nem is tudtam. Tehát ez nem hangzott, igen. Gustav Heide. Igen. Uh-huh. Ugye német. Igen. Német mesternek a munkája. 8 cm-es nyílású objektívje van, és 3 méteres fókusztávolsága. Tehát ugye 15-ször nagyobb a fókusztávolság, mint az átmérő. Ezt ugye szakmában úgy szoktuk mondani, Ester 15-es műszer. Ez egy abszolút bemutató műszer. Elsősorban a holdra és a bolygókra. Ilyen hosszú fókuszú távcsövek erre alkalmasak. Hát ez nem is, nincs is értelme úgynevezett még objektumokra
bemutató műszert oda, vagy nem lett volna értelme oda tenni, hát a budapesti égboltnál akkor is eléggé fényszennyezett volt. Tehát nagyon jó ki volt ez találva, hogy ez mire alkalmas, és hát ezek az igazi látványosságok, ugye a bolygók meg a hold. Jó, hát a napképét is ki lehet vetíteni, de hát... Igen, én is ott láttam először mondjuk a Szaturnusz gyűrűit, meg a holdkrátereket. Persze. Tehát tényleg generációkat úgymond ejtett ámulatba ez a Heide-féle távcső, ami jelenleg amúgy szintén nincs ott, tehát említetten a planetárium sanyarú sorsát. Az urániái hasonló. Igen. Tehát a vezetősége annak a bizonyos tipnek, hát azt kell, hogy mondjam, lesújtó. Na, a viszont igen. A csillagászati ismeretteresztés területén. Na, mindegy, ez egy nagyon-nagyon hosszú téma, ami nem is szép, és nem is nagyon kedves, úgyhogy most ne is forduljunk el ebbe az irányba, mert még 10 percünk van az adásból, de tényleg, én szerintem, ja igen, kedves hallgatók, most azért nem tudtok telefonálni, mert annyira nem vagyunk fejlettek, hogy két telefonvonalunk is legyen, úgyhogy most éppen stoppoljuk Orha Zoltán. De hát, ha gondolod, akkor 5 percet adhatsz a hallgatóknak, nem. Hogy telefonáljanak, és addig nyomtok valami zenét. Nem így lesz, hanem úgy lesz, hogy akinek megjegyzése, kérdése, mint mindig írjon a sokolebresto@gmail.com-ra, és én azt is így közben is nézem, mert hogy ugyanakkor azt meg nem engedhetem meg 9 perccel a vége előtt, ahogy mondtam, hogy ne ejtsünk legalább pár szót a Science Fiction munkásságáról, ugyanis jelen pillanatban én éppen a kisfiamnak olvasom az Aster című könyvet, ami egyike annak a két tudományos fantasztikus műnek, amiket Gyurka bácsi írt, Q.G. Lin álnéven. Ugye igen, és A.S. Dian, ugye Fabian, a másik a társszerző. Igen. Ugye van a ellentmondások bolygója. Igen, az a kisebb. Igen. És az élet és tudományban jelent meg annak idején Üzen a 8. bolygó. Hú, azt nem is tudtam. Ez egy cikk sorozat bocsánat, formájában jelent meg. És ezt Kurin György írta. Egyébként nagyon nagy hangsúlyt fektetett, hogy ez arra, hogy ez tényleg ne csak fantasztikus legyen, hanem szó alapértelmében tudományos. Tehát, hogy zöldség ne kerüljön bele. Tehát nála nincsenek 8 szemű, 20 karú, mit tudom én, kékbőrű és szőrös, nem tudom, micsodák, ugyebár. Mert hát az elképzelhetetlen. Igen, volt. Igazából valamennyire Carl Sagan Kontakt kapcsolat című regényével állítható talán leginkább párhuzamba, ha valaki azt ismeri. De hát igazából nem, csak hogy alaposságát tekintve. Kurin az Kurin, szóval igen. Én azt mondom, hogy ez egyedi. Tehát ő soha nem másolt. Nem hinném, persze, én sem erre akartam utalni. Erre szüksége lett volna, és előadásait mindig rengeteg ember volt, mindig sokan voltak kíváncsiak. Az Urániában volt első emeleten egy előadóterem, zsúfolásig megtelt a szó igaz értelemben, álltak az emberek, ahol már nem tudtak leülni, amikor Kurin előadást tartott. Olyan varázsa volt az ő személyiségének, hogy nem tudok erre mit mondani. Tehát magával ragadott mindenkit. És nem, senkit nem kellett, hogy mondjam, meggyőzni arról, hogy miért fontos a csillagászat, az ismeretterjesztés, stb. Ez úgy magától ment, úgy árad belőle mindenhova. És ugye ma, ha megnézzük, hogy hol találjuk meg az emlékét, hiszen most már nem sok időnk van, akkor azt kell mondjam, hogy kisbolygót neveztek el róla, ő fölfedezett saját maga nagyon sok kisbolygót, amikor a Svájthegyi Intézetben dolgozott fotografikus módon, ugye hozzátartozik az a két üstökös, amiből csak egy volt valódi üstökös, de ez nem volna semmit a munkásságából. És hát a Könyves Kálmán gimnáziumban a csillagda az épület tetején, az szintén az ő nevét viseli. Tehát ezek azok, amik így nyomot hagynak, de van Kurin György Szabad Egyetem, van Kurin György Csillagászati Vetélkedő,
Tehát az egyesület, amely tulajdonképpen 89-ben újjá alakult, a Magyar Csillagászati Egyesület, és ezt még megélhette, illetve Alkonyán, és ahogy az egyik kollega említette, hogy Kurin György azon a napon ünneplőbe öltözött, kívülbelül. Megélhette azt, hogy eltiport egyesülete újjászületett. Tehát 89-ben a Magyar Csillagászati Egyesület újból megalakult, és azóta is szerencsére megvan. És Gyurka bácsi emlékét, hagyományait ápoljuk folyamatosan, és úgymond ébren tartjuk, ha szabad így fogalmazni, hiszen számunkra is első helyen szerepel az ismeretesztő tevékenység, és sokan érezzük ezt kötelességünknek, hogy tényleg akinek csak, aki érdeklődik, annak mutassuk meg az égbolt szépségeit, elég sokan vagyunk ahhoz országosan, hogy ezt meg tudjuk tenni. Hát nem tudok még mit tenni. Igen, hozzá még tenni. Annyit tegyünk szerintem hozzá, hogy egy másik visszaigazolás, tényleg egy kicsit nekem párhuzamos ez az egész, ahogy a Kulin ilyen széles körben tényleg körülbelül az, hogy minden érdeklődő gyereknek legyen egy távcsöve, ez olyan szépen rímel egyébként a kodályi dolgokra. Zene mindenki, minden magyar gyerek tanuljon meg furujázni, meg szolmizálni. Tehát, hogy ez a fajta ismeretterjesztői tényleg profétikus magatartás, nem véletlenül adtad az égbolt apostola címet, ugye? De szóval, na és hogy ezt abszolút visszaigazolja az, hogyha megnézzük, hogy akár csak még az én generációmban, ha széttekintünk, akiknek már, ugye, tekintve, hogy én mondjuk 5 éves voltam, amikor Gyurka bácsi meghalt, tehát nekem nincsen róla közvetlen élményem, de például, akik itt a Szokolébresztőben szoktak szakérteni, Werner Norbi, Pál Andris, akik szintén... Bán Andris is mondhatnám, de én most a Pál Andrást mondom, akit a hallgatónk ismernek, de természetesen rengeteg embert mondhatnám, mindannyian valamilyen módon inspirálva voltak az ő munkássága által, ha másképp nem, akkor a távcső világának valamelyik kiadása megvolt. A Pál Andris az konkrétan uránia szakkörös volt, mert az uránia szakkör azért Gyurka bácsi halála után még évtizedekig elmenegetett ott, és tehát mind tulajdonképpen abból lettek igazából sikeres gyakorló kutatók. A szakkörből, amit Aurél bácsi vezetett, Ponari Török Aurél, aki szintén egy nagyon ikonikus alak ő is. Hát mindenképp, Aurél igen. Aurél bácsi, és Kuri mellett a másik nagy motor, hogy a szabad így fogalmazni, ő volt. A szakköréből nagyon sokan nőttünk ki, akik aztán diplomás csillagászok lettünk. Így van, és ő egy elképesztően szép kort élt meg, tehát ő 2014-ben, ugye? Ja, Aurélt mondod. Aurélt, igen. Tehát Ponari Török Aurél, aki 93 éves korában hunyt el. Úgyhogy vele még például még én is találkozhattam. Na, igen. Örömmel hallom, róla is sikerült annak idén a Magyar TV-ben filmet csinálnom, Szerencsés Csillagzat alatt címmel. Na és vajon ezt megtaláljuk az interneten? Vagy ezt valahogy a médiatárból kell kikunyerálni? Ugye a következtében nem találunk semmilyen filmet. Uh-huh. Tehát az égbolt apostolát se? Még az sem. Aha. Sőt, amiben Kurin Gyurka bácsi volt a riporter, a Hobbim a csillagos ég 1969-ben készült két részben, még az sincs föltéve az internetre. Tehát ezek nem férhetők hozzá. Jó, hát ez egy nagy szomorúság. De valahogy... Sajnos, én nem tudom, nem egészen értem a miértjét. Igen, mert sok mindent azért meg lehet találni, tehát simán jogilag nem lehet megindokolni szerintem. Hát, én nem látom ennek sok értelmét. Azt kell, hogy mondjam. Hát, ha valami közkincs lenne, akkor ez például az.
Na jó, hát reméljük ebben majd valami változás előáll. Én úgy tudom, hogy azért, mivel hogy ez a köztévé, tehát elméletileg ki lehet kérni bármit az archívumból valamilyen módon. Persze. Csak nyilván nem két kattintásnyira van, hanem mondjuk lehet, hogy egy e-mailt is kell írni, vagy ilyesmi. Hát meg aztán... kell nyitni a bankszámlát. Ja, igen? Ó, hát na, na jó, hát ez viszont már más fényt vett a dologra. Sajnálatos mód. Valamikor volt egy olyan, hogy mondjam, előírás a Magyar Televízió, hogy az igaz-e, vagy nem, az manapság, az a fogalmam sincsen, hogy aki szerepelt egy filmben, annak járt egy ingyen kópia. Aha. Tehát az mondjuk egy VHS-t ez alatt érte. Na mindegy, akkor is legalább valamit lehetett nézni. Hogy ez most hogy van, fogalmam sincs. Hát nekem sincs. Ennek azért megpróbálok majd utána járni, viszont sajnálatos módon a mai műsoridőnk lejárt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, mert egy rettenetesen pici szeletét sikerült persze áttekinteni ennek a hatalmas kulini életműnek, de hát ezt tudtuk előre, de azért nagyon reprezentatív és szép, és szerintem méltó összefoglalását adtad, Zoli, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy virtuálisan ide fáradtál a szokolébresztőbe. Folytassuk, mert azért valamiképpen köszönöm, hogy virtuálisan ide fáradtál a szokolébresztőbe. Folytassuk, mert azért vannak még neked jó témáid a tarsolyban, ezt tudom, úgyhogy majd a jövőben is csinálunk majd még ilyen beszélgetéseket, ha nincs ellenedre, de a mainak sajnos véget kell vetnem, mert lejárt a műsoridőnk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, és a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Természetesen a szokolébresztő visszahallgatható, ott van egyrészt a Tilos Archívum, másrészt a szokolébresztő.hu sokolébresztő.hu felé is lehet próbálkozni, ahol egyébként a paralaxisos társműsorainkat is meg lehet hallgatni az ottani lerakatokban, és mindenféle érdekességet talál ott az érdeklődő. Viszont most már tényleg nem élek vissza a műsoridővel, amit már egy perccel túlléptünk. Én csak egy fél mondatot szabad. Köszönöm a lehetőséget. Hát még én. Köszönöm szépen. Folytatjuk. A hallgatóknak és Orha Zoltánnak meg köszönöm szépen a jelenlétet. Sziasztok! Szervusz, viszontlátásra! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.